A tavasz 17 pillanata. 9. rész. Szereplők. Stirlitz, Vyacheslav Tihonov, Bicskei Tibor. Schlaglelkész, Rostislav Piat, Képesi József. Leisner, Jevgenyi Jesztignyejev, Somogyvári Rudolf. Kéte, Jekatyarina Gradova, Káldinóra. Helmut, Otto Melis, Fonyó István. Rolf, Alexej Safonov, Táncos Tibor. Barbara, Olga Szosnyikova, Magda Gabi. Müller, Leonid Bronyevoj, Hegyi Péter. Scholz, Lavrentyi Masoha, Tándor Lajos. Schellenberg, Oleg Tabakov, Cseh Németh Lajos. Himmler, Nikolaj Prokopovics, Verebes Károly. Bormann, Juri Vizbor, Füzesi Otto. Kaltenbrunner, Mihály Zsarkovszky, Csiszér András. A gestapo svájci ügynöke, Vladimir Smirnov, Balázs Péter. Küre, Vladimir Kózel, Máriás József. Beszélő Bod Béla. Magyar szöveg Szalóki József. Hangmérnök Bognár Gyula. Szinkronrendező Vas János. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Pannonia Filmstúdióban készült 1974-ben. Svájc. Bern. A halottat az élőtől csupán két tényező különbözteti meg. A térfogat és a mozgás. Az eleven ember jóval nagyobb zárt területet igényel, mint a holt. Lehetősége van rá, hogy ezt a területet, amelyet háznak, családi fészeknek, kunyhónak, fényes kastélynak, putrinak, palotának nevez, időről időre elhagyja és oda újra visszamenjen. Csak ez a különbség. Nem félek ön előtt cinikusnak mutatkozni. Ellenkezőleg őszinteségre szólítom fel önt, annak pedig az alapja mindig a cinizmus. Az őszinteség az a cinizmus magasabb, céltudatosabb és észszerűbb szubstanciája. Nehéz nekem ezt hallgatni, mert most Németországban minden percben anyák halnak éhen, és ártatlan gyerekeket gyilkolnak halomra a bombák. Békés időkben lehet ilyen nézeteket hangoztatni, de egy szörnyű háború napjaiban ez kegyetlenség. Ismét ellent kell mondanom önnek. Igen, kénytelen vagyok ellent mondani. A béke minden napja háborút érlel és fordítva. A háború rettenetes napjai a közelgő áldott békét ígérik. Mi egy különös parabólában élünk. A történelemben hiba volna nem felismerni a geometriai formákat. Sőt, engem még a diplomácia, ez a látszathivatás is rendkívül érdekes matematikai tételek felállítására ösztönöz, amennyiben megfelelő távolságból szemlélem. Érdembeli beszélgetést akarok önnel folytatni, és nem elvont problémákról vitatkozni, erre nincs idő. Az urak, akik megígérték, hogy segítségemre lesznek, közölték, hogy önnek módjában áll kapcsolatba hozni engem azokkal a személyekkel, akiktől Németország millióinak a sorsa függ. Ha csak egyetlen nappal is közelebb hozhatjuk a rég várt békét, a jövő sok mindent megbocsát nekünk. Rendelkezzék velem. Készségesen válaszolok minden kérdésére. Nem, mindre nem szükséges. Megrendül a bizalmam, ha ön minden kérdésemre hajlandó válaszolni. Logikus. Én nem vagyok diplomata. Azzal a megbízással jöttem ide, hogy... Igen, tudom. Egyet-mást közöltek velem önről.
Az első kérdés. Kiket képvisel ön? Elnézést, de előbb én szeretném hallani az ön válaszát. Kicsoda ön? Olyanokról kell beszélnem, akik a birodalomban élnek, akik veszélyben forognak hozzátartozóikkal együtt. De ön nem, hiszen semleges országban él. Azt hiszi, hogy a semleges országokban nem ér el a gestapó keze. De ez most mellékes. Ennek a beszélgetésünkhez semmi köze. Nem vagyok amerikai, és angol sem. Igen, ezt mindjárt észrevettem a kiejtéséből. Bocsánat, mit mondott az előbb? Mit? Ja, tudom már. Azt mondtam, hogy az első percekben észrevettem a kiejtéséből, hogy ön se nem angol, se nem amerikai. Ön, ha nem tévedek, olasz. Igen, születésem szerint. De amerikai állampolgár vagyok, éppen ezért nyíltan beszélhet velem, amennyiben megbízik azokban az urakban, akik a találkozónkat megszervezték. Otthoni barátaim meg vannak róla győződve. És én teljesen osztom ezt a meggyőződésüket, hogy az egész német hadsereg minél előbbi kapitulációja és az SS alakulatok megsemmisítése milliók életét mentené meg. A barátaim azt szeretnék tudni, hogy kivel lépjünk kapcsolatba a szövetségesek képviselői közül. Ön a német fegyveres erők teljes és egyidejű kapitulációjára gondol? Vagyis északon, keleten, nyugaton és délen? Miért? Ön talán valami más megoldást javasol? A beszélgetésünk kezd furcsa irányt venni. A tárgyalás elsősorban a németek érdeke, és nem a miénk. Éppen ezért feltételeket szabni a mi jogunk. Igazán van? Igen. Tehát ahhoz, hogy mi tárgyalóasztalhoz üljünk az ön barátaival, tudnunk kell, hogy hogyan is tanították a régiek. Ki, mikor, mennyit, kinek a segítségével. Különben megtörténhet, hogy önökben gestapós ügynököket látunk. Vagy olyanokat, akik nem rendelkeznek semmilyen felhatalmazással. Esetleg olyan bábukat, akiket dezinformáció céljából használnak fel. Én nem vagyok politikus. Lehet, hogy ennek igaza van. Szeretném, ha hinne az őszinteségemben. Nem ismerek mindenkit azok közül, akik az engem ide küldött csoport mögött állnak. De az az illető, aki képviseli őket, meglehetősen jelentős személy. De hát ez így csak szembekötősdi. A politikában minden esetben nevükön kell nevezni a dolgokat. Kénytelen leszek túladni rajta. Ne panaszkodj, te akartad. Tudtam, hogy ide vezet a kutyamáliát. A politikában minden esetben nevükön kell nevezni a dolgokat. Azt tanácsolnám önnek, üzenje meg a barátainak, nem tárgyalunk velük addig, amíg nem ismerjük azok nevét, akiket képviselnek. A programjukat, elsősorban az ideológiait, és azokat a terveket, amelyeket a mi segítségünkkel akarnak megvalósítani Németországban. Ideológiai célkitűzésük világos, a náci ellenességen alapszik. Igen, ez az ideológia kiinduló pontja. De milyennek képzelik a barátai a jövő Németországát? Milyen irányba fognak haladni? Milyen jelszavakat tűznek a német nép elé? Na jó, ha a barátai nevében nem akar nyilatkozni, akkor talán mondja el a saját véleményét. Az én véleményem nagyon szubjektív lesz. Amennyiben önök a kommunisták felé való orientációtól tartanak, nagyon tévednek. De legalább ennyire elviselhetetlen számomra az a gondolat, hogy megőrizzék a német nép elnyomására szolgáló ezt vagy azt az apparátust, bárha más néven is, azok közül, amelyek jelenleg léteznek. Na jó, akkor egy közbevetett kérdés. Ki képes a német népet kézben tartani abban az esetben, ha mondjuk Hitler eltűnik a színről? Talán az egyház emberei? Vagy azok, akik most koncentrációs táborokban vannak? Vagy inkább azok a reális hatalommal rendelkező rendőrparancsnokok, akik hajlandók szakítani a hitlerizmussal? A német rendőri erők Himmler SS birodalmi vezető alá tartoznak. Ez köztudott. Tehát, ha jól értettem, arról van szó, hogy őrizzük meg az SS-t, amely önök szerint képes
útját állni az anarchiának. Hogyan? És fenntartani a rendet. Tett valaki ön szerint ilyen javaslatot? Szerintem ez a kérdés még sehol sem vetődött fel. A pap rájött, hogy elszólta magát. Ez a ravasz olasz belekapaszkodik egy félig kimondott gondolatba, és kiszed belőle mindent, amit csak tud az amerikaiak és az SS tárgyalásairól. És a pap tudta, hogy nem képes hazudni, elárulja az arca. Az olasz viszont, Dallas munkatársa, hazafelé menet sokáig töprengett a jelentésen, amit a beszélgetésről kell készítenie. Ez a pap vagy egészen kezdő, aki mögött jelentéktelen erők állnak, gondolta Dallas munkatársa, vagy minden hájjal megkent hírszerző, aki azonban nem tud alkudozni. Akár így, akár úgy áll a helyzet, végeredményben nem mondott nekem semmit. Az az igazság, hogy ő jobban tudja, hogy mi mit akarunk, mint mi, hogy ők mire képesek. Az utolsó szavai mindenképpen arról tanúskodnak, hogy tud valamit a Wolffal folyó tárgyalásokról. Én mindössze 2 hónapja képviselem itt az Anyaszentegyházat és őszentségét, de bátran elmondhatom, hogy már akklimatizálódtam. Ezért, ha szüksége van a segítségemre, sikerült berendezkedni. Köszönöm, egyelőre minden rendben. Nagyon örülök, atyám, hogy itt láthatom ön biztonságban. És annak is, hogy nem a saját személyével törődik, hanem továbbra is hívei nyugalma érdekében fáradozik. Amennyiben holnap választ kapok a Vatikánból, megengedő, hogy felkeressem önt, atyám? Természetesen. Vagyis mondta Savoy Hotel? Savoy. Na és mi a mai programja? Estére meghívtak Stauc püspökhöz. Értem. Nagyszerű ember. Okos, bátor. Amikor a nácik elűzték Hamburgból, csak nem belepusztult abba, hogy el kell szakadni a szülőhazájától. Igen, ezt a keserű poharat mindnyájan kiisszuk. Sok sikert kívánok. Diktálni fogok magának, Giovanni. Rejtjelezze és haladéktalanul továbbítsa. Monsignore Botticellinek, Vatikán. Wolff tábornok, sikert ért el küldetésében, amennyiben itt, Bernben találkozott Mr. Dallas-szal. A hozzánk eljutott adatok lehetővé teszik, hogy levonjuk a következtetést, miszerint Wolff és Dallas tárgyalásai sikerrel haladnak. Szeretném, ha megérteni álláspontomat. Amennyiben ismételten óva inteném Dallas urat, hogy Wolff tábornokkal ezt a rossz ízű kapcsolatot továbbra is fenntartsa, úgy amerikai barátainknál helytelen benyomást ébresztenénk, terveink és magatartásunk indítékait illetően, és ez számunkra nem volna kívánatos. Sajnálatos módon a politika emberei nem mindig értik Isten szolgáinak politikáját. Mindaddig súlyosnak és kilátástalannak láttam a helyzetet, amíg tegnap Bernbe meg nem érkezett sláglelkész. Ön nyilván emlékszik erre a tiszteletre méltó emberre, aki mindig a békeügyét védte, és emiatt több ízben járt, Svájcban és a Vatikánban és Nagy-Britanniában. Még 1933 előtt, vagyis amikor Németország elhagyása nem járt olyan rendőrségi megszigorításokkal,
mint 1933 után, amikor Hitler átvette a hatalmat. Schlaglelkész azért jött ide, hogy az ő szavaival szólva tanulmányozza a gyors és igazságos békekötés lehetőségét Wolftól és Dulles-tól függetlenül. Mivel hogy Schlag meg van győződve róla, hogy Wolf korántsem a békét keresi, csupán puhatolódzik a náci rezsim átmentése, illetve megőrzése érdekében. Szeretném a hozzájárulását kérni ahhoz, hogy nyíltabban elbeszélgethessek Schlaglelkésszel. Véleményem szerint jó volna alaposabban tájékoztatni őt a tárgyalásokról, amelyek bennben folynak. Mindaddig, amíg nem szolgálhatok Schlaglelkésznek, őszinteségünk reális bizonyítékával, nem várhatok tőle nyílt beszédet, olyat, amelyben pontos adatokat közölne azokról a barátairól, akik ide küldték őt Németországból. Schlag sohasem volt politikus. Schlag kötelességtudó, becsületes pap. Azonban, ha tekintetemet a jövőbe vetem, előnyt látok abban, méghozzá hatalmas előnyt, hogy egy lelkész, Isten szolgája olyan nemesen viselkedett, fennkölten és humánusan, hogy az élete kockáztatásával szolgálta békeügyét, és közben nem kötött kompromisszumot a nácizmussal. Azt hiszem, hogy Isten gyermekének és szolgájának ez a példamutató, hazafiassága és elszántsága segít majd nekünk abban, hogy megmentsük Németországot a bolsevizmustól, ha az elgyötört német nép jövőjéről kell majd dönteni, és Schlaglelkész, vagy az ő világító példája, segít majd papjainknak, hogy fényt vigyenek oda, ahol a náci sötétség uralkodott, és ahová Istennek hála újból visszatér a szent krisztusi hit. Éppen ezért. Ezért szeretném kérni hozzájárulását ahhoz, hogy megismertessem Schlaglelkészt azzal az anyaggal, melyet Monsignore Stauz a volt hamburgi püspök révén sikerült egyházunknak megszereznie a berni tárgyalásokról. 1945. március 16. 7 óra 25 perc. Rolf Obersturmbannführer megérkezett. Folytassa a megfigyelést. Igen, és mennyi a pontos idő? Megállt az óra. 7 óra 25 perc. Állítsa be! Adjon minket magunkra. Azt mondtam, magunkra. Ugye megengedi, hogy megszoptassam a kicsit. Félek, hogy nem hagy majd bennünket dolgozni. A kicsi várhat. Mindig meghatározott időben kell szoptatni. Amint válaszolt a kérdéseimre, megszoptathatja. Nem lehet. Meg kellene szoptatni. Nagyon éhes. Majd vár. De éhes. Csukja be az ajtót és ne zavarjon minket, dolgunk van. Na kérem. A tudomásunkra jutott, hogy ismeri az orosz rezidenst. Már megmagyaráztam. Ismerem a magyarázatait. Olvastam őket és meghallgattam a magnó felvételt is. Egészen ma reggelig ki is elégítettek. De képzelje csak, ma reggel óta már egyáltalán nem elégítenek ki. Miért? Mi történt ma reggel? Valami nagyon érdekes.
Vártuk, hogy megtörténjen, mert bizonyítékokra volt szükségünk, és most megkaptuk. Nem tartóztathatunk le valakit, ha nincs bizonyítékunk. Tárgyi bizonyíték, tény, vagy legalább két tanúvallomás. És most megkaptuk a bizonyítékot. Ne haragudjon, de nem tudom, miről van szó. Engedje, hogy megszoptassam a gyereket. Csak ha előbb szépen elmeséli, hogy mikor és hol találkozott a rezidenssel. Utána mindjárt mehet szoptatni. Már elmondtam annak a tisztúrnak, aki kihallgatott, hogy nem ismerem a rezidenst. Sose láttam, és se a nevét, se a címét nem tudom. Maga hülyének néz engem? Tegyünk úgy, mintha kártyáznánk. Ki az asztalra lapokkal? Itt az ügyeletes tiszt. Amint megjelenik Stirlitz, azonnal értesítsenek. Igenis, feljegyeztem. Müller elhatározta, hogy ő vívja meg a párharcot Stirlitzzel. Minden nagyon egyszerű és érdektelen volna, ha nem kellene számolni a Stirlitz és Bormann közötti egyelőre rejtélyes kapcsolattal. A kör bezárult. Stirlitz, a berni rejtjeles üzenet és az orosz rádiós nő. És ennek a körnek Bormann a szilárd alapja. Tehát Müller vagy kiüti Bormant, és akkor lehetősége nyílik régi terve megvalósítására, arra, hogy beleszólása legyen a pártkasszával folytatott manipulációkba, vagy ha a játék úgy hozza magával, nélkülözhetetlen emberévé válik Bormannak azáltal, hogy leleplezi Stirlitzet, aki összeszűrte a levet az orosz rádiós nővel. Mindkét változat magában hordta a siker vagy a kudarc lehetőségét. Egy szót sem mondok többet. Mindaddig hallgatok, amíg nem engedi, hogy megszoptassam a gyereket. Nos, jól van, nincs értelme hiába tölteni az időt. Nagyon jól tudom, hogy mi az, amit tud, és mi az, amiről hallgat. Hamarosan szembesítjük a rezidensével. Megérezte a bitanga veszélyt, és külföldre akart szökni. De ez nem sikerült neki. Nagyon bízott a kocsijában, mert kitűnő kocsija van, igaz? De tévedett. A mi kocsijaink is vannak olyan jók, ha nem jobbak. Maga érdekel minket ebben az ügyben a legkevésbé. Minket ő érdekel. És maga mindent elmond róla. Elejétől a végéig. Nincs mit mondanom. Már megint fagy. Ez inkább tél, mint tavasz. Kezét. Tessék? A kacsóját. A kezét! Mit akar csinálni? A kezét! Barbara! Helmut! Helmut! Barbara! Helmut! Barbara! Hozzák be a gyereket! Nem véletlenül jegyeztem meg, hogy fagy. Teljesen elegendő lesz a gyerekét 3 vagy 5 percre ide tenni az asztalra, mesztelenül, pelenka nélkül. És meghal. Vagy.
Nem, ezt nem fogja megtenni. Ezt nem teheti meg. Elismerem, rettenetes érzés lesz. Hisz én is ember vagyok. És nem fenevad. Engem is anya szült. De a birodalom összes anyái nevében meg kell tennem. A birodalom összes gyerekei nevében, akik elpusztulnak a bombázásokban. Hol az a kölyök? Hozzák már ide a fene egye meg! Helmut! Helmut, süket maga, hozza már azt a gyereket! Helmut! Hiszen ön anya, ideje, hogy észre térjen. Nos? Gyönyörűen néz ki. Pazarul. Egyébként a köpenyét levethette volna a várószobában. De maga szándékosan állított be ilyen csatakosan, hogy megértsem, a paphugát nem sikerült megtalálniok. Nem sikerült. Halljuk a részleteket. Hogy is volt ez? Hol van? Hova tűnhetett? Gépkocsija tértük ének idején. Miféle gépkocsi? Ki vezette? Kinek a tulajdona? Nem sikerült megállapítani. A szomszédok azt mondták, hogy éjjel motorzajt hallottak. Aztán világosságot láttak, fényt, ami kiszűrődött az elsötétítő függöny mögül. Azután hallották, hogy elindult a kocsi, és azóta nem látták azt az asszonyt. Na és sikerült legalább az asszonyról és a gyerekeiről fényképet szerezni? Igen. Mutassa. Úgy. Na jól van, majd megkeressük azt az asszonyt és a gyerekeit. Még szükségünk lehet rájuk. Minden esetre ezt is köszönöm, Eisman. Na és mondja, mit csináljunk ezzel? Ezzel itt, mit csináljunk vele? Mi ez? Olvassa el. Az ön jelentése. A jelentése, amelyben kezeskedett Stirlitz Standartenführerért. Verje meg az Isten, ha még egyszer hiszek valakinek. Igen, így már más. Így helyesebb. Jó lecke ez magának, barátom.
Óhajtja, hogy új jelentést írjak önnek, Gruppenführer? Minek? Nem kell. De kötelességemnek tartom, hogy megváltoztassam korábbi véleményemet. Vajon jól tennie? Ha az ember megváltoztatja a véleményét, az egy kicsit mindig bűzlik. Akkor hát mit tegyek? Bízom benne, hogy nem adom tovább a jelentését. Csak ezt teheti, és dolgozzék tovább. Elmehet. Az elhárítónak tudnia kell, jobban kell tudnia, mint bárki másnak, hogy soha senkiben nem bízhat. Senkinek sem hihet, olykor még saját magának sem. Egyedül nekem. De elég a tréfából. Azonnal továbbítsa a parancsomat Bernbe. Az összekötővel való további munkát beszüntetni, megszervezni az elrablását. Hozzák a követség egyik gépkocsijának csomagtartójában a birodalomba, ahol Müller Gruppenführer fogja kihallgatni. Személyesen. Kész. Thank you.
Leisner találkára ment. Azért indult el egy fél órával korábban, hogy sétálgasson egy kicsit az állatkertben. Amikor Pleschner elindult a titkos találka helyre, ugyanolyan emelkedett hangulatban volt, mint Svájcba érkezése napján. Öröm és remény töltötte el. Stirlitz megbízatását végrehajtotta. Az este minden újságot megvásárolt, és logikusan gondolkodó ember lévén könnyen el tudta képzelni a jövőt. A jövőt, amely semmiben sem fog hasonlítani a jelenhez. Meggyőződése volt, hogy a fasizmus győzelme a civilizáció teljes pusztulását idézte volna elő. Most, hogy végre felszabadultan nevethetett a lapok Hitler és Göring karikatúráin, és a hadijelentésekből láthatta, hogy a nácizmus napjai meg vannak számlálva, újra biztonságban érezte a féltett civilizációt. Virág utca. Örült, hogy még ilyen jó az emlékező tehetsége. Ezúttal azonnal megtalálta az utcát. Pár lépés és a 9-es számú házhoz ér. Ebben a pillanatban határozottan emlékezett arra, amit Stirlitz mondott. A Virág utcába érve a páros oldalon menjen, és amint elhalad a 9-es szám előtt, nézzen fel a bejárattól balra lévő első emeleti ablakra. Ha ott egy nagy cserép virágot lát, ne menjen be a házba, mert a virág vészjel, a lebukás jele. És tegnap előtt, amikor először jött ide, megfeledkezett erről, pedig a virág már akkor is az ablakban volt. Úristen.
Az ablakban két férfi beszélgetett, és közöttük ott állt a nagy cserépvirág. Az orosz felderítő úgy látszik észrevette, hogy követik, de még volt ideje az ablakba tenni a vészjelet. A gestáposok pedig nem tudták, mit jelent, ezért eszükbe sem jutott elvenni onnan. Mindent megértett. Most már az is eszébe jutott, hogy tegnap előtt nem várta meg a jelszóra a választ, mielőtt belépett a lakásba. Mindent megértett, csak egyet nem. Azt, hogy öreg tapasztalt ember létére hogyan követhetett el két ilyen elemi hibát, annak ellenére, hogy Stirlitz többször is figyelmeztette, sőt azt is megjegyezte, hogy ha hibát követel, azzal nem csak a saját, de az ő életét is kockáztatja. Eltévesztette a számot, barátom! Eltévesztette a számot! Tévedett. Tévedett. Igen. Tévedtem.
1945. március 16. 9 óra. Március 16-án az első Bielorusz front csapatai Stettin körzetében támadást indítottak, hogy felszámolják az ellenség hídfőállásait az Odera keleti partján, és szétzúzzák az Alt-Dám város térségében körülzárt ellenséges csoportosítást. A harmadik ukrán front jobb szárnyának és a második ukrán front bal szárnyának csapatai megkezdték a bécsi támadó hadműveletet. Első csapásuk megtörte az ellenség 6. páncélos SS hadseregének főerőit. A szovjet csapatok második csapása áttörte a makacsul védekező németek állását Győrnél és megsemmisítette esztergomi csoportosításukat. Itt az ügyeletes tiszt. Igenis. Értettem. Egy perc türelmet. The Red Army broke the German line from the Ukraine and swept forward 300 miles to the Romanian border. The Germans gathering their remaining power struck back. Stirlitz itt van a folyosón. Miféle folyosón? A mi folyosónkon. Stirlitz jön a folyosón, Gruppenführer. És hova tart? Stirlitz Müllerhez ment. Biztos volt benne, hogy bár Müller és Holtoff akcióját meghiúsította, még nehéz párviadal vár rá. Holtoff rátapintott a fizikusokkal folytatott munkájának legsebezhetőbb pontjára, azokra a manőverekre, amelyekkel lehetetlenné tette, hogy a nácik létrehozzák az atombombát. Ez 1943-ban történt. Stirlitznek tudomására jutott, hogy Runge, az egyik neves magfizikus a gestápó kezébe került. Bebörtönzése azoknak a késhegyig menő vitáknak és nézeteltéréseknek volt a következménye, amelyek a Vilmos császár intézett fegyverzeti főosztályának laboratóriumaiban dúltak a magfizikusok csoportjai között. Stirlitz tudta, hogy Runge közelebb áll az atomfegyver megvalósításához, mint mások, és azt a feladatot kapta a központtól, hogy próbáljon Runge közelébe férkőzni. Honnan szerezte az értesüléseit? Önnek talán úgy tűnik, hogy nem helytállóak? Egyáltalán nem. Szerintem pedig nagyon jó koponyák gyűltek ott össze. Fermi, Einstein. Oppenheimer foglalkozik ezzel a dologgal. Igen, ő a feje az egésznek.
Éppen elég kiváló szakemberünk van ezen a területen ahhoz, hogy az atomkísérletekből idejében fegyver legyen. Valami mégsem stimmel itt. Én nem zárnám ki azt a lehetőséget, hogy a fizikusok közül egyesek, vagy egyes csoportok szándékosan hátráltatják az eredmény megszületését. Stirlitz megértette, hogy Schellenberg rungjéra és csoportjára céloz. Nos, ha ez valóban így van, akkor az intellektüeleknek ezt a passzivitását csak is a fizikusok segítségével lehet leleplezni. De Müller apparátusában csak tökfejek ülnek, tőlük semmit sem várható. Csak nem az derül ki a végén, hogy Stirlitz Standartenführer érdeklődik a fizika legújabb eredményei iránt. Engem most mindenek előtt más valami érdekel. Hogyan lehetne a fizikai kémia segítségével megállítani a tömegek elbutulásának folyamatát? Egyre nehezebb dolgozni. Annyira elszaporodtak a frázisokat üvöltöző idióták. Megjósolom, hogy maga koncentrációs táborban fogja végezni. Gondolja? Nem, tévedtem. Müller magát nem csukja le. Maga túl sokat tud, Stirlitz. Magát díszpompával fogják eltemetni, egy alapos autóbaleset után. Jól megvigasztalt. Csak hogy az a vágyam, hogy én vigyek koszorút az ő sírjára. Müller halhatatlan. Mint ahogy halhatatlan a világon a spionkodás. Ezután a beszélgetés után másfél hónap telt el. Stirlitz sohasem siettette az eseményeket. Az volt a tapasztalata, hogy türelemmel hamarabb célhoz ér. A világon mindent más és más időmérték szerint kell megközelíteni, a művészetet, a hírszerzést, a szerelmet, a politikát. Rungéról a Führer születésnapja alkalmából rendezett ünnepi esten esett szó másodszor. Ez az esté a korábbiakhoz képest meglehetősen szerényen zajlott le. Goebbels beszédét ünnepi hangverseny követte. Hangverseny után Himmler adott fogadást.
45 nap múltán, pontosabban 45 nap és 6 óra múltán, Stirlitz ismételten elmondta Schellenbergnek, hogy milyen ostobán bánnak Müller emberei a 3 hónapja letartóztatott fizikussal. Hát ha nem is valami fényesen, de mégiscsak fizikai és matematikai fakultást végeztem. Nem szívesen emlékszem rá, mert miatta jutottam az impotencia határára. Na és? Azon kívül Rungénak kapcsolatai vannak. Amerikában tanult és dolgozott. Nekünk kell foglalkoznunk vele. Maga specializálta magát a kvantummechanikára? Ezt Müller mondta önnek? Nem. Nekem is vannak hírforrásaim. Stirlitz éppen csak felvetette az ötletet Schellenberg előtt, azután vidám történeteket mesélt neki, és szándékosan elkanyarodott Runge fizikus ügyétől. Tudta, hogy Schellenberg, mint okos vezető és született felderítő, sohasem felejti el a beszélgetések fő mozzanatait, még ha a részletek elhalványulnak is benne. Stirlitz számolt azzal, hogy Schellenberg komoly ellenfél, és stratégiai kérdésekben nehéz túljárni az eszén, sőt, csak nem lehetetlen. Stirlitz, amint alaposabban megfigyelte főnökét, érdekes dolgot vett észre. Amikor Schellenberg a munkatársai javaslatait hallgatta, látszólag nem is figyelt oda, más témákra tért át, és csak néhány nap, olykor hetek, hónapok múlva tért vissza az ötletre, miután alaposan átgondolta, kidolgozta, de akkor már úgy beszélt róla, mint sajátjáról, mint olyasmiről, ami az ő agyában született és általa vált tökéletessé. Egyébként még a futólag felvetett javaslatnak is olyan csillogó formát tudott adni, olyan pontosan kapcsolta be a témát a birodalom előtt álló kérdések komplexumába, hogy a plágiumnak még csak a gyanúja sem merülhetett fel senkiben. Stirlitz helyesen kalkulált. Újabb 3 hét telt el. A Schellenbergnél tartott értekezlet azokat az okokat tárgyalta meg, amelyek a svédországi és a libériai hírszerző hálózat felgöngyölítését és 2 teljesen megbízhatónak tartott ügynök árulását idézték elő. Schellenberg az üggyel kapcsolatban véget nem érő értekezleteket rendezett. Ezt a mostanit az európai osztály munkatársai számára tartotta, akik közül mindenki megkapta magáét. Bár Stirlitz jól ismerte Schellenberget és pontosan kalkulált, nem számított rá, hogy Runge fizikus ügye ismét és éppen a kellő megvilágításban ezután az értekezlet után került szóba. Csak addig, amíg lemásolod. Az első oldalt, ugye? Igen, köszönöm. Stirlitz, legyen szíves, maradjon még. Tudja mi, Stirlitz? Hozzon nekünk 2 kávét. Rájöttem valamire, Stirlitz. Úgy látszik, a technikai haladás döntő mozzanat lesz a jövő történetében. Különösen most, amikor a tudósok előbb-utóbb behatolnak az atommag rejtett titkaiba. Úgy gondolom, hogy ezzel nyugaton és keleten is tisztában vannak a tudósok, de a politikusok sajnos még nem jutottak el idáig. Így leszünk aztán tanúivá annak, hogyan száll le a politikus foglalkozásának fogalma arról a magaslatról, amelyhez hozzászoktunk 19 évszázad történelmén át. Megérteni a tudósok indítékait, a tudósokét, akik a tudomány jövőjének a küszöbén állnak, és meglátni, hogy mi ösztönzi őket. Ez nem a mai nap feladata. Helyesebben nem annyira a mai napé, mint sokkal inkább a messzi távlatok célkitűzése.
Apropó, mi is a neve annak a letartóztatott fizikusnak? Stirlitz tudta, hogy ez ellenőrzés. Schellenberg meg akart győződni, hogy emlékszik-e Stirlitz kivetette fel előtte ezt az ötletet annak idején. Runge. Runge? Runge. Na már most ezzel a Runge fizikussal kapcsolatban van néhány érdekes elképzelésem. Így jutott el Stirlitz a Runge ügyhöz, és azután mindent elkövetett, hogy meghiúsítsa Runge álláspontjának győzelmét, hogy a német atombombát már 1944-ben létrehozzák. Egyébként a Runge ügy vizsgálatával töltött hetek során Stirlitz meggyőződött róla, hogy maga a sors akadályozta meg Németországot az új fegyver megszerzésében. Hitler a sztálingrádi vereség után megszüntette minden olyan tudományos hadikutatási terület finanszírozását, ahol a tudósok nem garantáltak reális gyakorlati eredményt 3 vagy legfeljebb 6 hónapon belül. Bár Himmler érdeklődött az atomfegyver problémája iránt, a tudományos munkáért felelős Göring ezt a kutatást is a saját hatáskörébe vonta, és teljes hozzá nem értéssel kezelve fokozatosan elsorvasztotta. Így a zseniális német fizikusok kikerültek a vezetés érdeklődési köréből. Stirlitz mindezt jelentette Moszkvának, azon kívül kihasználva tudósok szakmai irigységét, ellenségeskedés szított Runge hívei és ellenfelei között. Mindez ártott a náciknak és automatikusan használt a Szovjetuniónak. Most Stirlitznek győznie kellett a küzdelem következő szakaszában. Be kellett bizonyítania, hogy ebben az ügyben neki van igaza. Az ő pozíciója szilárd. Le kell és le is fogja győzni Müllert. Barátom, tolmácsolja a főnökének a bocsánatkérésemet. 9-re ígértem, hogy itt leszek, de sajnos csak 9:12-re értem ide. És kérdezze meg azt is, hogy azonnal fogad-e, vagy még alhatok fél órát? Azonnal megkérdezem. A főnök magára bízza. Hajlandó azonnal fogadni önt, de elhalaszthatja a beszélgetést estére is. Szeretné megtudni, hogy hova megyek, gondolta Stirlitz. Nem kell halogatni. A játszma egy órán belül úgyis eldől. Legfeljebb 2 órán belül. Azt fogom tenni, amit maga tanácsol nekem. Csak félek, hogy este a főnökséghez megy, és akkor reggelig várhatok rá. Logikus? Logikus. Akkor hát most. Tessék. Hey, Hitler. Jó reggelt. Őszintén szólva nem vártam ilyen korán. Én meg attól tartottam, hogy kikapok a késés miatt. Maguk mind félnek, hogy kikapnak az öreg Müllertől. Pedig hát bántottam én már valakit is maguk közül. Én egy jóságos öreg ember vagyok, akiről mindenféle rémhíreket terjesztenek. A maga gyönyörűséges főnöke 1000-szer gonoszabb nálam. Csak ő megtanult az egyetemen mosolyogni és franciául bájologni. Én pedig még ma sem tudom, hogy mi az illendőbb. Késsel vágni az almát, vagy úgy harapni, ahogy nálunk otthon szokták, foggal. Felfalni egy csutkástól. Gyerünk. Készítettem egy kis meglepetést. Tessék. Azt hiszem, hamar visszajövünk. De én még nem hívtam az autót. Nem utazunk mi sehová. Scholz beszél.
Indulj! Állj! Indulj! Bár ennek az embernek az arca a felismerhetetlenségig össze volt verve, Stirlitz megismerte. Bormann sofőrje volt. Nem illik ajándék nélkül menni. március 16, 12:15. Csodák csak a moziban meg a színpadon történnek. És csak a filmekben számolnak háromig. Én, drágám, nem fogok háromig számolni. Te is teljesíted a kötelességed a néped iránt. És teljesítem én is. Helmut, vigyél a gyereket. Ne menjen még el. Mindjárt magához tér, és akkor folytatom. Barbara, legyen szíves, hozzon vizet mindkettőnknek. És öntsön bele szívcseppeket, ha van a háznál. Hánytól tér magához? Nem, neki, nekem. Hány cseppet parancsol? Mit tudom én? 10-et? Vagy 30-at? Vajon sokáig tart ez náluk? Mit gondol, mennyi ideig tartana a maga húgánál, vagy az anyjánál? Igen, az én anyámnál. A nyavajások tiszták akarnak maradni, és a piszkos munkát rám bízzák. Adjon egy gyufát. Nem dohányzom. Barbara, gyufát is hozzon. Úgy látszik, kezd magához térni. Nézze csak meg. Én nem értek az ilyesmihez. Barbara, mi a felét piszmog már annyit? Ó, micsoda förtelem. Csak nem halt meg. Barbara, nézze meg, kérem. Nem, lélegzik. Csináljon már vele valamit. Kevés az idő, várnak. Hallgattass el már azt a kölyköt, nem bírom hallgatni. Mondtam önnek, az a baja, hogy éhes. Mit hajtogatja, mint valami papagáj? Azt hiszi, hogy csak magának van szíve. Engedjék meg, hogy kivigyem innen. Tessék, ki az? Igen. Na. Menjen már!
Igen. Nem, még semmi. Azt hiszik, ez olyan egyszerű? Tudja mit? Szívesen cserélnék vele. Mikor kezdte a kihallgatását? Hallgat? Azt mondja, barátságosan csevegnek? Jöjjön ide és csevegjen a barátnőjével, én meg majd nevetek rajta. Szerintem magához tért. Igen. Segítsen felültetni. Hozzon neki vizet. Szegény, szegény, milyen éhes. Nem engedte, hogy megetessék. Na jól van, ne sírj már, szereted a tejecskét? Á, hát persze, hogy szereted. Élsz, halsz érte, igaz? Mindjárt tele lesz a pocikád. Jön anyuka, és akkor már nem kell itatnod az egereket. Elég. 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 Az előbb legalább becsületes volt, de most aféle női játékot játszik, csak hogy ez nem fog sikerülni. Aki férfiak dolgába avatkozott, az ne próbálkozzék női trükkökkel, emelje fel a fejét. Emelje fel a fejét és nézzen rám. Így is jó. Hívom Helmutot és kinyitom az ablakot, akkor majd szíveskedik rám nézni, de már késő lesz. Na, meggondolta végre magát? Hajlandó beszélni? Még gondolkodnom kell. Most már nincs idő a gondolkodásra. De nem tudom, hogy mit mondjak. Gondolom, nem akarja, hogy hazudjak. Nem. A világért sem akarom, hogy hazudjon. Azt akarom, hogy elmondja az igazat. Már mindent elmondtam, amit tudtam. Úgy, hát így is jó. Majd segítek magának, nehogy úgy érezze, hogy árulást követel. Nos? Világos? Igen? Érti már? Semmi értelme a hallgatásnak. Beszélni fog? Kinyitod a pofát, te szuka vagy, megnémultál? Helmut! Helmut! Magával meg mi van? Megsüketült? Hányszor kell magának kiáltanom? Elaludt a gyerek. Elaludt. Barbara, nyisse ki az ajtót. Így. 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 Nem. Nem, nézd csak, hiszen te akartad. Nézd! Nézd! Oda nézz! Na? Na? Látod? Tessék! Látod? Tessék! Na nézd! Tessék! Tessék! Látod? Tessék! Látod? Látod? Bemutattuk a Tavasz 17 pillanata című filmsorozat 9. részét. A forgatókönyvet írta Julian Szimjonov. Rendezte Tatjana Lioznova.
Fényképezte Piotr Katajev. Zene Mikhail Taliberdiev. Thank you.